Ezt a nemesen egyszerű dallamot meghalva bárhol a világban a magyar nemzet történetének ezer éve jelenik meg élénk képekben, minden magyar ember gondolataiban. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én befejezett, Erkel Ferenc által megzenésített himnuszát minden magyar ismeri, és már megtanulja egészen fiatalon. Nemzeti imánkról Kántor István készített filmet, melyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából vetítettek le a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban. A filmrendező szerint fontos, hogy a mai fiatal generáció ne csak megtanulja, de ismerje is meg a himnuszt. Ezt a filmet a Kölcsey Társaság készítette el 2014-ben, amikor a társaság fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Ebben az évben nem csak ez a film készült el a társaság jóvoltából, hanem három nagyobb alkotás, egy antológia, egy himnuszt ábrázoló triptihon, illetve ez a film. A társaságnak nem titkolt célja és szándéka volt az, hogy valamikor ezt oktatási segédanyagként is lehessen használni, hiszen ez feldolgozza azt a történelmi korszakot, amikor a himnusz született, és egyfajta rálátást ad magára a költeményre, illetve a történelmi összefüggéseire. Kölcsey Társaság majdnem egyidős a magyarországi rendszerváltozással. Sőt, ha úgy tekintjük, egy évvel fiatalabb, hiszen 1988-ban határozták el, jó részt a megyében élők, de innen elszármazottak is, hogy létrehozzák a társaságot, mert úgy gondolták, hogy megérett az idő arra, hogy a nemzeti érzés, a hazafiasság jóval hangsúlyosabban jelenjen meg, mint az a Kádár korszakban volt. Emelte ki a rendezvényen a társaság elnöke Jánosi Zoltán. Pontosan az, amit Kölcsey meghatározott. A nemzetben való gondolkodás, az Európában való gondolkodás és a nemzeti jövőképben való gondolkodás. Különösen ez az utolsó olyan, hogy ez halhatatlan. Ennek nincs vége. Ameddig nemzet van, ameddig magyar ember van, addig a jövőjéről fog töprengeni, hogy mit kell cselekednie a jelenében ahhoz, a kultúrájában is, és egyáltalán a politikában, hogy megbízhatóan a Kárpát-medencei magyarság megmaradjon és tovább élhessen. Kölcsey teljes munkássága példát ad erre. A filmben olyan kiváló színművészek szerepelnek, mint Csikos Sándor, valamint Ráczkevei Anna, a Csokonyai Színház igazgatónője. A küzd ellenséggel.